A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Új kihívások Európában és a világban, ez volt annak az előadásnak a címe, amit Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott hétfőn Bonyhádon. A rendezvény, melyen részt vett, már sokadik állomása a helyi művelődési ház és könyvtár közös beszélgetés sorozatának. A mai kor informatikai hadviselés. Tök mindegy, hogy ő hülye vagy én vagyok hülye, aki több információval rendelkezik, az nyert. Ez, vagyis a nagyhatalmak információs hadviselése is alakítja napjaink világpolitikai helyzetét, mondta előadásában Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő a három globális nagyhatalom stratégiai érdekeiről tartott előadást hétfőn, csaknem 200 vendég előtt Bonyhádon. Az első és meghatározó az USA. Én mindig elmondom az egyetemen a diákjaimnak. Az USA-t lehet szeretni, lehet nem szeretni. De nélkülem a koalíciót létrehozni nem lehet. Tehát ha megnézik Irakot, Szíriát, bármit, vagy összefogok az USA-val, vagy nincs esélyem. Biztonságpolitika, ezen belül elemezni szeretném a három nagy globális játékost, az USA-t, Kínát, Oroszországot, ezek stratégiai érdekeit, elemezném azt, hogy Európa miért nem az, a mai német helyzet mit jelent, ennek milyen vetületei lesznek Európára és Magyarországra. Mit jelent a mai német helyzet? Azt, hogy a német államfő ma közölte, hogy nem engedi, hogy új választások legyenek, felszólítja a pártokat, hogy működjenek együtt, és hozzanak létre egy működőképes német kormányt. Én a Európa politikánál három dolgot térnék ki, ebből az egyik a népvándorlás. Ennek kapcsán nézői kérdésre elmondta, hogy hazánk időben felismerte a veszélyt, amikor kerítést húzott az országhatár és az itt élők védelme érdekében az illegális bevándorlók előtt. A szakember magáról is beszélt a rendezvényen. Itt elmondta, hogy még sohasem járt a völgységi városban, viszont van köze Bonyhádhoz. A nagymamám itt született, és kértem. Sőnerzsébetnek hívták. 90-valahány évesen halt meg, 1893-94-ben született, mert egy év volt közte, és annél a központ. A biztonságpolitikai szakértő és egyetemi tanár a Terítéken közéleti beszélgetések program sorozat meghívott vendége volt. Az eseményt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár hívta életre még áprilisban. A közéleti beszélgetéseket, melyek mindig egy éppen aktuális témát járnak körül, két havonta rendezik meg, számos területet érintve. Nógrádi György stábunknak elmondta, sokat járja a nagyvilágot, ugyanakkor a Bonyhádi meghívásnak örömmel tett eleget. Rengeteget vagyok külföldön, rengeteget vagyok vidéken. Jövő héten Lengyelországban vagyok, utána két hetet Afrikába. Tavasszal megyek egy német előadó útra, megyek egy skandináv útra. Az elmúlt hetekben voltam Szerbiába, Horvátországba, Bajorország, Baden-Württemberg, Szlovákia, stb. A szakember a tőle megszokott tényszerű előadással érkezett Bonyhádra, amit humorával és határozott stílusával tett teljessé. Az előadás után kérdezni is lehetett. A Bonyhádi Völgység Labdarúgó Klub új elnöksége támogatói estet tartott szerda este. Potápi Árpád János az Egyesület új elnöke és Filóné Ferenc Ibolya, a fogadás házi gazdája ajándékkal köszönték meg a vállalkozók folyamatos támogatását. Ezután az Egyesület elnöke ismertette az új elnökség legfontosabb céljait, valamint a futballpályát érintő fejlesztések terveit. Színvonalas műsorral kezdődött a Bonyhád Völgység Labdarúgó Klub új elnökségének bemutatása alkalmából rendezett támogatói est szerdán, melynek a Városháza adott helyet. Köszöntő beszédében a klub új elnöke, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a térségországgyűlési képviselője elmondta. Szülőként és bonyhádiként is érintett az Egyesület támogatásában, hiszen mindig is nagy rajongója volt a futballnak. Azt gondolom, hogy ha ennyi embert megszólít ez a sportág, ilyen sokan vannak, akik játszanak benne, napi rendszerességgel, és ennyi szülőt érint, ennyi hozzátartozót érint, illetve szurkolói réteget érint ez a sport, akkor igenis nekünk ezzel foglalkoznunk kell. Ez kormány szinten is igaz. 2010-ben, ahogy kormányra kerültünk, számos önkormányzattól átvettük a mindennapos testnevelésnek a szokását,
jobb szó hiány, és ezt bevittük az iskolai oktatásban. Bonyhád benne volt a 10 első önkormányzatból a mindennapos testnevelést bevezettük. A legfőbb cél, hogy azt a sporttevékenységet, amit a játékosok eddig folytattak, a tárgyi, valamint az anyagi feltételeket ezután is biztosítsuk a csapatnak, fogalmazott az egyesület új elnöke. A tárgyi és a pénzügyi feltételek megteremtésén túl pedig szeretnénk azt, hogy a csapat újra a megyei bajnokságot a BVLC nagy csapata meg tudja nyerni, és fel tudna jutni az MB3-ba, és az MB3-ba meg is tudna kapaszkodni. Ez egy távlati cél, amit nyilván 2018-ban kell elkezdeni, de utána a távlati cél az, hogy benne is maradjon. És szeretnénk ezt a sportpályát úgy rendbe hozni, hogy ez a következő évtizedekben is méltó módon tudja kiszolgálni nem csak a bonyhádi, hanem a völcségi embereknek is a sportolási kedvét. A fogadással az egyesület vezetői köszönetüket és hálájukat fejezték ki a csapat szponzorainak, akik a 2017-18-as szezonban 16,5 millió forinttal járultak hozzá a csapat sikeréhez. Az Estházi gazdája, Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere elmondta. A siker és a munka valamennyiünket összeköt. A vállalkozókat, a klubot és az önkormányzatot. Mindannyian szeretünk sikereket elérni a magunk területén, de ezt csak kitartó munkával és összefogással tudjuk megvalósítani. Elhangzott ugyan, hogy az önkormányzat a legnagyobb támogatója a BVLC-nek, de ez így forintálisan, ha csak a forint összegeket nézzük, akkor nem feltétlenül igaz, hiszen az itt jelenlévő vállalkozások TAO keretüknek a felajánlásával tudják az egyesület működését elsősorban segíteni, hiszen látványsport a futball kiemelt sportágnak tekinthető, és erre így van jogosultsága. Az év végéhez közeledve fontos, hogy számot vessünk, mondta Potápi Árpád János, az egyesület elnöke és a fogadás ötletgazdája. Ez alkalmat teremt arra, hogy megköszönjük a támogatóknak, segítőknek a munkáját. Ma őket hívtuk meg, a legnagyobb pénzügyi támogatókat, természetesen az önkormányzat képviselőjét, a polgármester asszonyt is, és így közösen beszélgetve, illetve a célokat megfogalmazva úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha őket is bevonjuk ebbe a munkába. Ez egy fontos dolog. Az ember mindig örömmel vesz, hogyha elismerik a tevékenységét, munkáját és segítségét. A vállalkozóknak oklevéllel és ajándékkal köszönték meg a támogatást. Mi nagyon fontosnak látjuk az utánpótlást is, de hát nyilván a felnőtt foci csapatot is, mert azért tömegeket mozgat meg, de a hatása a felnőtt fociknak, mint régebben is, hogy sok gyerek, akik aztán vagy focisták lesznek, vagy nem lesznek focisták, de majdnem mindenki egyszer elkezdi. És szerintem az, hogy az egyesületet támogatjuk, ezzel a fiataloknak a hozzáállását, a lehetőségeiket, az, hogy élsportolók lesznek vagy sem, de hogy egy komoly tömegsport alap szerintünk a foci, vagy az egyéb sport, de mondjuk a focinak talán nagyobb tere van, és hát ezért gondoljuk azt, hogy lehetőségeinkhez képest támogatjuk. Az est második felében az új elnökség által tervezett fejlesztés került bemutatásra, amely állami forrásból fog megvalósulni. A részleteket Sebestyén Miklós mérnök ismertette a jelenlévőkkel. Lenne egy szabványos futópálya, ami egy picit másképp néz neki, mint ahogy most ereszkedik, megmaradna az edzőpálya, és épülne egy új műfűves pálya a terület déli oldalán, ezt itt látjuk lent, ahol két kézilabdapályát áldozatunk keresztbe. Továbbá a régen még működött, de most már egy kicsit elhanyagolt, vagy igényét vesztett teniszpályákat helyezzük át egyedül, ez ami egy kicsit újítás, áthelyeznénk az északi oldalra, és azt a raktárépületet, ami már ott fönt a kisöltöző mellett volt, északi oldalon az árokhoz közel, azt pedig elbontanánk, azt teljesen a bevelet, és így új raktárépületet építenénk lent a déli oldalon.
Azért is örülök ennek, mert nem csak kizárólag a futballnak nyújt ez majd lehetőséget, amennyiben megvalósul a beruházás, hanem olyan széles körben a város lakosságát is érintheti ez a fejlesztés, hiszen egyéb sportágak is, magánemberek is igénybe vehetik majd a megújult létesítményt. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül majd forrást találni, és megújul majd az épület. A fejlesztés legfőbb célja a futballpálya több funkciós sportkomplexumával való teljes átalakítása. A tervek elnyerték a jelenlévők tetszését, a prezentált ötleteket mindenki nagy lelkesedéssel fogadta. Hát nagy örömmel hallottam, hogy ilyen komolyabb fejlesztéseket lehet véghez vinni. Szerintem ez országszerte egy nagyon jó jelenség, hogy a sportra költjük el azért az adózók pénzét, egy jó részét, mert az később mindenképpen az ország javára szolgál, ha egy egészségesebb, sportosabb nemzedék alakul, tehát nagyon örülünk ennek a hírnek. A rendezvény végén állófogadással kedveskedtek az egyesület támogatóinak. 21. alkalommal rendeztek galambkiállítást Bonyhádon, pénteken a madarak hivatalos bírálatára került sor. Az érdeklődők közel 50 fajta galambról tudhattak meg többet a kiállításon. A hétvégén újra a galamboké volt a főszerep Bonyhádon. Az évente megrendezésre kerülő galambkiállítás idén 21. alkalommal várta az érdeklődőket a Vörösmarty Művelődési Központban. A galambkiállítás hagyományairól azt kell tudni, hogy ez a Bonyhádi V163 Galamb és Kisállattenyésztő Klubja, ez valamikor régen, az őskorban, ez a Pécsi Egyesülethez tartozott. És három város úgy döntött, Bóly, Siklós és Bonyhád, hogy ők külön szeretnének válni, és mindegyik csinált egy egyesületet, és így van ez itt Bonyhádon is. Ez 21 éve történt, és 21 éve folyamatosan minden évben, november 4. hétvégéjén megtartjuk az éves nagy kiállításunkat. A kiállításon közel 50 fajta galamb volt megtekinthető, melyek között igazán különleges tenyésztett fajok is megtalálhatóak voltak. Vannak olyan galambok, amiket tollszerkezetre tenyésztettek ki, valamelyiket ordudóra tenyésztettek ki, ezek a karrier galambok. Annak az a jellegzetessége, van egy ilyen hatalmas ordudóra, és ez alapján tenyésztették őket. Akkor vannak a king galambok, ezek a tyúkformájú galambok, van a texán galamb, amiről én tenyésztek, ezek alaggalambok. Ez a lényegük, hogy az alaggalamboknak hívják őket. És akkor plusz még vannak a röpgalambok, amiket röpmód után tenyésztetnek ki. Nálunk is itt, aki bemutatnak ilyet, hogy kiskunfélegyházi keringő galambok. Aztán akkor Birminghami pergők, ezek fölmennek ilyen több száz méter magasra, és akkor pörögnek lefelé egészen majdnem a földig. Jelics Attila, a kiállítás szervezője, gyermekkorától kezdve foglalkozik galambokkal. A nagyon különleges texánfajt több mint egy évtizedet tenyészti. Ennek a galambnak az érdekessége, hogy ez autószex, ami azt jelenti, hogy mikor ki kell a tojásból a kis galamb, meg lehet állapítani, hogy melyik a hím, melyik a tojó. A többi galambnál nem lehet megmondani, csak amikor kifejlődik, elkezd brukkolni, pörög, az a hím. A texán galambnál meg lehet tudni abban a pillanatban, hogy egynaposan a hímek azok teljesen csupaszon születnek. A tojógalambok azok meg pihések, ilyen sárga pihe van rajtuk. És onnantól kezdve a 100%, aki fajta tisztán tenyészti a texán, annál az így van. A galambok hivatalos bírálatára pénteken került sor. A szakképzett bírákat a kiállítás vezetője delegálta úgy, hogy lehetőleg minden fajtát külön szakbíró pontozzon. Minden galamb, tehát valamilyen országból származik. Tehát én most beszélek a texán galambról, ez egy amerikai fajta. Amerikába tenyésztették ki, Amerikába csinálták meg az ideárajzát ennek a galambnak. Ők írták le, és az elmélet ideárajzhoz van minden galamb lebírálva. A texán galambnak is van egy elmélet ideárajza. Itt látjuk ezeket az indus galambokat, ezek azt hiszem egy angol fajta galamb, ezeknek is van egy elmélet ideárajza, és a szakbíráló ez alapján bírálja le a galambokat. Melyik hasonlít gyakorlatilag legjobban az ideárajzhoz? A bírók megadott szempontok alapján pontozzák a madarakat, akiket ennek megfelelően rangsorolnak. A bírálók szakosodnak ugyanúgy, mint az orvosok, van sebész, van belgyógyász, itt is van, aki a díszgalambokat bírálja, van, aki a haszongalambokat, van, aki a nagy testű galambokat. Minden galambfajtának van egy fajta leírás, amit standardnek neveznek, és ez alapján kell értékelni a galambokat. Ha minden galamb 100 ponttal indulna, és a hibák arányába vonják le a pontokat. A lapot úgy kell kitölteni, három részre van osztva, a felső részbe kerülnek a galamb előnyei, a pozitív tulajdonságai, a középső részbe kerülnek a hiányosságai,
tehát ott fel kell tüntetni, hogy például keskenyebb farok a kívánatos a galamba, vagy erősebb fej. A harmadik rublikában a hibák. A szokatlan és érdekes fajtákon kívül a jól ismert postagalambbal is találkozhattak azok, akik ellátogattak a kiállításra. Elkezdték ugye kitenyésztetni ezeket Németországba, Hollandiába, Belgiumba, ők nagyon erre ráálltak. Kitenyésztették őket rövid távra, középtávra, meg hosszú távra repülni. A rövid távok ilyen 150 kilométerig vannak, hogy elviszik 150 kilométerre, vissza kell jöjjön. Akkor vannak a középtávok, amik a 350-400 kilométerek, a hosszú távok már ilyen 1000 kilométeres távok, és ezek valóban ezek a galambok 1000 kilométerről hazajönnek. Sőt, mikor vannak az olimpiák, postagalamb olimpiának hívják, tehát Dél-Afrikából, Buenos Airesből engedték őket haza, és hazajöttek Európába ezek a galambok. Itt nem sebességet számolnak, hanem átlagsebességet számolnak. Most lehet, hogy egy kínai galamb előbb hazaér Dél-Afrikából, mint egy magyar galamb, de az átlagsebességét számolják ki, hogy mennyi az az átlagsebesség. Átjönnek az óceánon, minden, és több ezer kilométer is haza találnak. Ezeket kitegyész. Ez egy érdekesség a postagalamboknak. A kiállítás a díjak kiosztásával ért véget. Megalakulása 20 éves jubileumát ünnepelte november 18-án este a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban a Seven Club Singers énekegyüttes. Elsöprő sikert aratott a közel 2 órás koncert, utána tortával és meglepetéspartival köszöntötték az együttest a támogatók és a családtagok. Egy 20-as szám akott a sorok között, ez az ünnepi torta várta a zenészeket és a rajongókat a Bonyhádi Művelődési Központban. Előtte azonban egy jubileumi koncertet élvezhettek végig a megjelentek. November 18-án ünnepelte megalakulása a 20 éves jubileumát a Seven Club Singers énekegyüttes. Minden egyes fellépésünk egy-egy emlék, és olyan kedves történetek fűződnek hozzá, amit nap mint nap próbákon elevenítünk. Legyen az Treutlingenről, legyen az Weissenburgból, legyen az a bármelyik városban megrendezett eseményről, vagy akár esküvőről, vagy akár templomi eseményről. Gyakorlatilag nincs olyan, amit föl tudnánk, vagy külön ki tudnánk emelni. Szerintem mindegyik az életünk része, mindegyik ennek a 20 évnek a része. 20-szal ezelőtt érkeztem, és azt kezdetekben hetente egy próbát tartottunk, és rájöttünk arra, hogy ha a közönség igényeit ki akarjuk elégíteni, hogyha ezt a megfelelő színvonalat akarjuk hozni, akkor szükséges az legalább a heti 2 alkalom, hiszen amatőrök vagyunk mindannyian, mindannyiunk más és más munkahelyen dolgozik, és ez igazából nekünk kikapcsolódás. Hát az alkotó folyamat, hogyha már így rákérdezett, ez úgy történik, hogy Hortobágyi János a vezetőnk,
akár a mi, akár az ő saját ötlete alapján levesz az internetről, vagy bárhonnan az emlékeiből valamiféle dalt, elkészíti nekünk, elénk tárja olyat, amit mi nem vagyunk képesek megalkotni. Na, ő alkotja meg ezt nekünk, ezt bennekünk betanítja, és akkor más és más a vélemény, hogy ki hogy tudja megtanulni ezeket a dalokat. Az én véleményem mindig is az volt, hogy néhány év el kell teljen, hogy ez a közönség elé lehessen tárni. A mostani dalokat viszont, amit ma úgy tűnik, hogy a közönség nagyon szívesen fogadott, ezt az idén, a legtöbb, a javarészét az idén tanultuk. Azt gondolom, hogy a régebbi időben voltak nehezebb dalok, amikor kezdtük az egészet, és még gospeleket, egyházi énekeket énekeltünk, azok között voltak olyanok is, amik, vagy klasszikusokat, amik bizony nehezek voltak, kínlottunk vele. Először gospelekkel, egyházi énekekkel, spirituálékkal, ilyenekkel kezdtük, ezért alakult a kórus, hiszen ez iránt érdeklődött mindenki, aki elkezdte. Aztán későbbiekben, miután már tudtunk egy csomó ilyet, akkor azt gondoltuk, hogy kéne nyitnunk egy kicsit más műfajok fele is, és azt is meg kéne próbálnunk, hogy hogyan hangzana tőlünk. És akkor jöttek a könnyebb műfajok, a Jánosnak a kedvence, a Beatles például, az ő inspirációja volt ez, hogy próbáljuk meg ezeket is, és az egyéb könnyű zenei műfajok, amiket megpróbáltunk. Azt gondolom, hogy vegyes lesz a repertoár ezután is, hiszen vegyes a csapat, egyre több ötlet van, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nem gondolkodunk, hogy változtatnánk ezen a felálláson, mint ahogy a koncerten is említettük, elég belterjesek vagyunk, nehéz közénkbe férkőzni, és egyre inkább nehéz, mert annyi a sok közös emlék bennünk, hogy a külsősek, akik most jönnének be, talán meg se értenék ezt, hogy miért szeretjük mi egymást ennyire, és miért vagyunk ilyen szívesen együtt. Az együttes vezetője azt mondja, szereti a Beatles zenéjét, de más dalokat is szívesen átír az együttesnek. Van egy kotta gyűjteményem, az összes Beatles dal benne van, és interneten vagy sikerül ezt kórus mű formájában megtalálnom, vagy megpróbálom átírni 4 szólamban vagy 5 szólamban. Az összes többi dal is így születik gyakorlatilag, hogy az ember hall egy dalt rádióban vagy bárhol, és akkor megpróbálok utána keresni, hogy van-e valamilyen kotta anyag róla, és utána eldöntöm, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Így születnek a dalok. Nagyon sok olyan dalunk volt, amit hónapokig próbáltunk, és soha nem adtuk elő. Mert rossz döntést hoztam, nem a mi hanganyagunknak megfelelő, túl nehéz volt magyarul kész. Az összes tőle meg úgy megy, hogy szerencsére van egy kotta olvasó a csapatban, ő nagyon sokat tud segíteni. A többi közül van, akinek nagyon jó füle van, annak egyszer megmutatom, és azt tudja, a többinek pedig sokszor el kell énekelgetni, illetve van egy illegális része a dolognak, van egy zeneszerkesztő programom, és én mindenkinek leírom elektronikusan a daldamát, meg kottába átküldöm, és akkor hallgatja is csinálja. A határok azok a mi hangi adottságaik, tök egyértelmű. Stílusbeliek nincsenek? Stílusbeliek nem nagyon vannak, mert vannak kórusművek vagy művek, amelyeket el lehetne énekelni, csak mi nem tudjuk, mert nem vagyunk hangilag olyan helyzetben, mert nem vagyunk olyan képzettek, ilyen egyszerű. Egyébként minden zene, ami szép és jó, azt, és ha megtalálom, akkor azt idehozom. Tehát itt van Enya, amit énekeltünk, van Shinro Connor szám, amit énekeltünk.
ezeket megtaláltam interneten, meghallgattam, és nagyon érdekes dolgokat lehetett benne hallgatni, és hallani, és azért hoztam ide. Tehát különösebben nincs korlát, a korlát a mi hangi adottságú. Én egy különleges státuszban vagyok, mert nyugdíjas vagyok, én ráérek. Megtanulni 3 milliószor egy nótát, de szegények dolgoznak minden reggel, holnap mondjuk nem, de hétfőn reggel hajnalban mennek dolgozni. Hát én nem várhatom el azt, hogy az ő élete az legyen, hogy tanulja az általam kijötölt nótákat. Úgyhogy módjával is csendesen csináljuk. Hortobágyi Jánost az együttes jövőjéről is kérdeztük. Csak és kizárólag ez a formáció marad. Itt most nem a 7 emberről van szó, hanem arról, amiket mi csinálunk. Nem hiszem, hogy érdekes, de hát az én korom az már nem enged meg 20 évbe gondolkodni. Itt még egy pár évig úgy érzem, ha tudom, akkor csinálom velük. Aztán, ha már úgy érzem, hogy nem tudom, akkor leadom a kórus vezetését, de nem akarok kiszállni. Tehát én továbbra is maradnék kórustag, csak legyen valaki, aki fölvállalja azokat a tortúrákat, amelyet egy kórus vezetőnek hát ki kell bírni egész pontosan és őszintén. Hát ez, én 20 évre már nem tervezek. Ha még 5-re tervezek, akkor is már 70 fölött leszek, tehát ész nélkül beszélni arról, hogy mi várható. A közel 2 órás jubileumi koncert után jöhetett az ünnepi torta felszeletelése. Az együttes tagjait a támogatók és a családtagok köszöntötték ezzel a meglepetéssel. Friss Bonyhádi hírekkel legközelebb 1 hét múlva várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!